Nem terveztem erről a témáról videót csinálni, se nem reagálni rá, de mivel állandóan visszatérő kérdés és téma ez, ezért itt vagyok. Megjelen Magyarország legelső étrendtervező, kalóriaszámláló és recept elkészítő applikációja az iFood. illetve személyedző applikációnk is az iTrainer. Töltsd őket most! Kérdés az, hogy miért mondtam le Abdulról, miért nem dolgozunk már együtt, hogy jött ez a Liszkai projekt, stb. Mielőtt megválaszolom ezt a kérdést, azért azt hagyd mondjam el nektek, hogy nekem személy szerint tiszta ráczgéza 2.0 érzésem van, ugyanez a dráma, segítségkérés, színjáték, és a végén igazából kiderült ott is, hogy csak szimplán emberünk szeret enni. Na de visszatérve a témára, készítettem egy videót is egy pár héttel ezelőtt, hogy pontosan miért mondtam le róla, és már miért nem fogok vele együtt dolgozni. Ezt a videót újra elérhetővé teszem meg fogjátok tudni nézni, és akit érdekel, az az egésznek a menetét, vagy az egésznek a előzményét meg fogja tudni nézni, és fogja érteni, hogy mi miért történt. Na most nyilvánvalóan azóta elnézést kért, ez meg is lett beszélve, illetve egy páran említettétek és igazatok is van, hogy hibáztam én is abba a videóba, szóval nem kellett volna elmondanom olyanokat, amiket ugye a privát beszélgetés alatt osztott meg velem, mondjuk a pánikbetegsége, de mivel én néztem egy-két live-ját, és többször is említette a pánik betegséget, ezért bátorkodtam berakni a videóba, de bevallom, ez tényleg nem volt korrekt részemről. Jött a Liszkai projekt. Akár csak a Schubert Norbi. Szóval itt nyilvánvalóan a reklámot látják az abdulban, nincs is ezzel gond. Ez egy lerágott csont. Szóval ez olyan, mintha te felfedeznél egy terméket, vagy szolgáltatást, még konkrétan senki nem foglalkozna vele, aztán hirtelen elkezdene mindenki azzal foglalkozni. Utána értékét veszíti. Most ezt akárhogy is fogalmazzuk, akármilyen szépen próbálom elmondani, mert most a márk után lehet, hogy az adó megy majd a következő emberkéhez, és ugyanúgy próbál majd sort csinálni. Két hete kezdődött körülbelül, ugyebár itt engem megjelöltek rengetegen és beszéltek is rólam a videóban. Semmi rosszat nem mondtak amúgy rólam, tehát azt mondták, hogy jó edző vagyok, köszönöm szépen és én se gondolom másként amúgy a mondja Márkot, mert nekem nincsen bele egyáltalán problémám, tök őszintén megmondom. Megfogalmazták, hogy nem jött be a program Abdulnak, és hát nyilván nem mindenkinek jön be az a program, amit mondjuk én írok, rendben van, viszont az egyik kommentelő azért odaírta, amiben nagyon igaza volt, és így fogalmazott: Az túlzás, hogy nem jött be Abdulnak, 120 kilóról fogyott le 97 kilóra, akkor valamit mégis jól csinált a Ádám. Szóval, ha tényleg azért egy 20-25 kilogrammot fogytunk, akkor azért annyira nem lehetett rossz a program. És ugye itt jön az, amit a Mark mondott, hogy jó, jó effektus, ugye megemlítette a fogyás utáni gyors visszahízást, és azt is, hogy én abba hibáztam, hogy én ugye nem, tehát hogy ezt nem csináltuk vele meg, hanem csak szimplán visszahízott. Szóval a reverse diétának hívják ezt az anyagcsere helyreállítást, ami amúgy tényleg fontos a jó, jó effektus elkerülése érdekében. Szóval itt a konklúzió az, hogy a Tari egy jó edző, viszont elrontotta a diétának a végét, ugyanis visszaízott az abdul ugye is említve volt a jó effektus. De hogy értsétek, ez ténylegesen megtörténik. Aki nem csinálja meg a reverse diétát, az ténylegesen visszahízik, és ténylegesen fogja érezni a jó effektusnak a negatív hatását, és ezért is kell az anyagcsere helyreállítást megcsinálni. Ha aki régóta követ, vagy már megnézte a weboldalamat, az tudja, hogy reverse diét a szolgáltatáson van, meg ugye ezt végig is csináljuk a kliensekkel. Itt az a probléma, aki nem akarja végigcsinálni, vagy nem akarja helyreállítani, mert ő úgy gondolja, hogy neki a diéta elég volt, ő abba és eltűnik. Abdullah pont ez volt a helyzet. Ő leállt, egész egyszerűen csak leállt a diétával, és elkezdett mindenféle ilyen burgeres kihívást, meg chips csinálni. Nyilvánvalóan az ok az az volt, ugye, hogy a szponzorok ezért fizetnek, de igazából ez nem kifogás, ugye ezt mindenki tudja, hogy ez... Tehát úgy nem lehet anyagcserét helyreállítani a diéta végén, hogy te elkezdesz hirtelen zabálni és falni, csak a szponzorok miatt, meg azért, mert ugye a megtekintést az hozza, hogy hamburgeres videókat csinálsz, meg chipseket zabálsz, így nem lehet. Én elmondtam, hogy ha abba akarja hagyni a reverse diétát, vagy a diétát, helyre kell állítani, hogy ez a jó-jó effektus ne legyen meg. Itt mégis a beszélgetésbe erre éreződik ki az egész, hogy azért lett szar program, meg azért hízott vissza az abdul, meg azért nem működött az én programom, mert hogy jó, jó effektus miatt ugye visszahízott. Miért alakulhatott ki ez a jó, jó effektus? Nem szeretnénk lehúzni a Tari Ádámnak a stratégiáját, a nem jött be. Hiszem azt, hogy a mi stratégiánk az nagyon fog nála működni, mert a mi programunk az ugye úgy lett összerakva, hogy ez a jó, jó effektus, ez abszolút ne legyen jelen. És... Szóval ezzel én nem tudtam mit kezdeni. Mert akinek nem hagyja, hogy segítsek, annak nem tudok. Most gondolj bele, hogy valakinek segítenél, és azt mondod, hogy figyelj, el fogod törni a lábad, hogyha a bemelegítés nélkül elkezdesz sprintelni, és hasra esel. Vagy el fog szakadni a combhajlítóizmot, hogyha nem melegítesz be sprintelés előtt. A másik azt mondja, nyilván az illető, hogy a, nem, nem, majd ő azt tudja, mert hát az nem úgy van. Elkezd sprintelni, elszakad a combhajlítóizma, hasra esik, eltörik a lába, megmondtad, hogy ez lesz, nem hittel az ember. Ugyanez volt a helyzet abdónál is. Tehát itt igazából a reverse diétát azt elmondom meg kell csinálni. Mindenkinek az anyagcsere helyreállítást. Azért mert ahogy a diétát abbahagyod, az anyagcseréd elkezd belassulni. És hogyha hirtelen innen elkezdesz ennyit enni, random, mert te visszaállsz a régi életvitelethez vagy stílusodhoz, 1000 kalóriáról visszaállsz mondjuk 2000-re, akkor nyilvánvalóan jó effektus miatt rohadt gyorsan fogsz hízni. Na, a testednek, az anyacserédnek idő kell, hogy helyreállítsa ezt, ezt a kis különbséget. Nem egyik napról a másikra fogja, szóval te neked fokozatosan kellene emelned, hogy én is csinálom 6 héten keresztül minden héten a diétát, étrendet, kalóriában, és akkor szépen lassan, lassan, lassan felzárkózik, és nincsen jó, jó effektus. Abdul azt csinálta, hogy vége lett a diétának, Üh, nyilvánvalóan nem érezte jól magát mentálisan, ezt ő is elmondta, rendben van. Edzést abba hagyta, rendben van, de az, hogy a diétát abba hagyva hirtelen zabálásba kezd az ember, az nem magyarázza az, hogy nem érzi magát jól valaki. Szóval meg ugye az, hogy a program nem működik. Úgyhogy itt kérem szépen a diétát abba hagyva, ő elkezdett zabálni, ezért visszaállt ugye a súlya, nem is akár hogy, és hát most több a súlya, mint az előtt. Ugye belekezdtek Abdulék a közös munkába, és ennek örülök is, hogy itt a Márk felvállalja, ez is többször elhangzott, hogy Tari Ádám nem vállalja fel, nem adja hozzám a nevét. Megértem, hogy Tari Ádám nem adja a nevét hozzám, már ezen túl ezt megértem teljes mértékben, hiszen ki adná egy ilyen ember nevét, aki ilyeneket csinál. Megint csak azt tudom mondani, hogy tök őszintén, Abdul, ha ezt is feladod, mint mindent, akkor ugyanez lesz a vége itt is. De mint tudjuk, te többször is elmondtad, hogy te a nézőknek akarsz megfelelni, nem saját magadnak. Bizonyítani szeretnék az embereknek is és magamnak is. Ezzel az a gond, hogy igazából a fogyás téged nem érdekel. Tehát, hogyha másnak akarsz megfelelni, az olyan, mintha mondjuk vennél egy Rolls royce csak azért, mert másik, mások szerint az menő autó, de téged nem érdekel. Ennyi. Tehát mondjuk, hogyha veszel egy Rolls Royce-t, ami téged nem érdekel, mert neked nem tetszik valamiért, neked a Lamborghini Urus tetszik, és megveszel a Rolls Royce-t, és úgy vagy vele, hogy mindenki szerint menő vagy, de szerinted nem, akkor mi értelme van? Ugye? Akkor te nem vagy azzal boldog. Szóval ugyanezt el tudom mondani, hogy ha megint csak a nézőt akarsz megfelelni, ami egyértelműen azért van, mert a show műsort akarsz csinálni. És hogyha ezt letagadod, akkor azért még elmondanám a nézőknek azt, hogy te külön elküldted nekem azt a videót, amikor edzel és reklámozod a liszkai projektet, amivel nincsen gond, de te elküldted külön nekem privát üzenetbe TikTokon, mindenféle szia vagy hello nélkül, te belinkelted ezt a videót, hogy nézzem meg. Szóval egyértelmű a terv. Te fejedben csak az a baj, hogy a Márk ezt nem érti, szerintem. Tehát, Respekt a máknak, oké, okay, biztos jó edző, sikerülni fog reméljük minden az átalakítás során, de hogy amit ő nem lát, hogy te neked ez szórakozás. Tehát, hogy te neked nem a fogyás a lényeg. Neked a, a nézettség a lényeg, neked az, hogy sót csináljál. Ezért is küldte el ezt a videót, hogy én majd felháborodva fogok rá reagálni. Eltelt két hét, nem is akartam reagálni, de most kapsz egy reakció videót, vagy kap mindenki, hogy tisztán tisztánláson, de itt az a lényeg, hogy itt nem a fogyáson van a lényeg. Tehát aki szurkol a márknak, hogy átalakítson, meg hogy te átalakulj, itt emberek azt értsétek meg, hogy itt a show műsor a lényeg. Tehát ameddig ti elszórakoztok, addig szuper. Hogyha unni fogjátok Abdul átalakulását, akkor Abdul nem fog átalakulni, akkor Abdul nem fog érdekelni. Mert ő nem a saját egészségéért csinálja, hanem miattatok. Ahogy elmondta, nektek akar megfelelni, nektek akar teljesíteni, nektek akar somisot csinálni, nektek akar megfelelni. Tehát itt ez a probléma, hogy itt euh, ugye saját magát nem becsüli, és másoktól várja azt a megbecsülést, amit saját magának nem tud megadni. Szóval ez elég mély téma, tudom, kicsit belemélyedtem a témába, de hogyha belegondoltok, van benne igazság. Úgyhogy én zárszóként annyit mondanék, hogy tök őszintén mondom, sok sikert kívánok a Márknak is, nincsen vele gond, nekem amúgy szimpatikus a Márk, az Abdullal sincsen különösebben bajom, csak tudom, hogy az Abdul az olyan egy kicsit, mint a győzike. Szóval mind a ketten szeretnek sót csinálni. És Nincs ezzel gond, mert ugye az embereknek ez kell. Viszont sok ember ezt elhiszi ezt a sóműsort. És sokatok elhiszi azt, hogy ez tényleg a fogyásra megy ki. Meg itt nagyon kőkemény diéta lesz, meg itt kőkemény fogyás lesz. Hát velem ugyanezt csinálta. Ugyanezt csinálta a Géza is, ugyanezt csinálta az Abdul is, hogy nyilvánvalóan sok embert érdekelt, nézte, csinálta a sót, oké, rendben van. Utána, hogy abban marad a nézettség, vagy már nem érdekli az embereket, abbajták. Abbajta a Géza is, azt sem tudjuk, hogy hol van, nem is hallani róla. Az Abdul is abba fogja hagyni majd, és akkor elkezdi majd ilyen drámaian majd minden évben, hogy na most akkor, most jön az átalakulás, most, most, úgy érzem, hogy most már szükségem van, mert az egészségem és a izé. Nem. Neked már nagyon régóta szükséged lett volna, sőt, amit lefogytál, azt neked meg kellett volna tudni tartani. De ahogy elmondtad, hogy neked fontos az, hogy szórakoztathass, és csináld a kajás videókat, meg a chips zabálós videókat, mert az hozza a nézettséget, az embereket, és kapsz azért egy pár tízezer forintot, hogy megcsináld, megértem, de akkor tudd, hogy neked nem a fogyás a célod, és az emberek tudják azt, hogy ez nem a fogyás a van ki éleződve, hanem a szórakoztatásra. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy mindenki megértette ezt a dolgot, akinek esetleg kérdése van, bármivel kapcsolatban az nyugodtan keressen, Instagramban, privátban vagy e-mailben. Mindenkinek peace!